Köszöntöm nézőinket, Önök a Tamási Táj című műsorunkat látják, Gulyás Anita vagyok. Mai adásunk tartalma képekben. 8,6 millió forintot osztott szét a képviselőtestület 24 civil szervezet között. 50 éves fennállását ünnepelte meg a nyugdíjasokból álló szervezet. A Magyar Érdemrend tiszti keresztje kitüntetést vehette át Göbölös Péter. A maján is sportosan zajlott idén is Tamásiban. Tamási város képviselő testülete a civil szféra pénzbeli támogatásáról is döntött legutóbbi ülése alkalmával. 24 szervezet között 8,6 millió forint került szétosztásra. Emellett a 2022-es év tekintetében minimális mértékben, de pozitív adózott gazdasági eredményről számolhat be a Vagyongazdálkodó Kft. Tamási város képviselőtestülete 19 napirendi pontot tárgyalt legutóbbi ülése alkalmával. A városban működő intézmények, alapítványok éves beszámolójának elfogadása mellett pénzbeli támogatásokról is döntés született a délután folyamán. A civil szféra számára elkülönített keret felosztásáról határoztak a képviselők. Idei évben a tavalyihoz képest egy kicsivel nagyobb összeg áll rendelkezésre, 8,6 millió forint került felosztásra 24 civil szervezet között. Aki érvényes pályázatot nyújtott be, az mindegyik civil szervezet támogatásban fog részesülni, mondhatom, hogy a korábbi évekhez hasonlóan. Két alapítvány részesül szintén az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően kiemelt támogatásban. Az egyik a Tamási Gimnáziumért közalapítvány, a másik pedig a Tamási Szakképzésért alapítvány. Az önkormányzat számára fontos, hogy a városban működő középiskolák jól teljesítő tanulói plusz támogatást kaphassanak oktatási intézményüktől ebből a forrásból. A civil szervezetek rendezvényszervezésre, eszközbeszerzésre, utazási költségeik fedezésére nyújthatták be támogatási kérelmeiket. A városban működő valamennyi szervezet élt a pályázati lehetőséggel. Egyrészt fontos az, hogy lássuk azt, hogy milyen célra pályáznak ezek a civil szervezetek. Emellett fontos elvnek tartjuk azt, hogy aki egy jó cél érdekében nyújtott be pályázatot, az mindenképpen akár csak egy kisebb összeget, de legalacsonyabb összeg a 100 000 forint, a legmagasabb pedig közel 2 millió forint. A civil szféra számára fenntartott 8,6 millió forintból a szervezetek nagy része rendezvényeket fog lebonyolítani, színesítve ezzel Tamási városának mindennapjait. Az ülés alkalmával több beszámoló is elhangzott, többek között a Közétkeztetési Nonprofit Kft., valamint a Vagyongazdálkodó Kft. 2022. évi munkájáról és gazdálkodásáról. 2020-ban szervezte át az önkormányzat a gazdasági társaságokat egy cégcsoportban, Tamásiban. Ez négy társaságot érint, a Tamási Vagyongazdálkodó Kft. Lett a másik háromnak a tulajdonosa. Ezek a Tamási Közétkeztetési Nonprofit Kft., a Tamási Szolgáltató Kft., illetve a Tamási Városüzemeltető Kft. Ezekre a társaságokra és mint minden gazdasági társaságra vonatkozik az, hogy május 31-ig közzé kell tenniük az éves beszámolójukat, és így miután cégcsoportban dolgozunk, ez gyakorlatilag az én feladatommá vált, hogy együttműködve a ügyvezető igazgatókkal, illetve könyvőrőkkel ezeket a beszámolókat elkészítsük. Márciusban megvolt a Tamási Szolgáltató Kft. Beszámolója. Sikerekről azért nehéz beszélni, de hogyha megnézzük a 2021-22-es éveknek a gazdasági környezetét, akkor szerintem abban valószínűleg a versenyszférában dolgozó ügyvezetők is egyetértenek velem, hogy már az is sikernek nevezhető, hogyha nincsen bal siker. Egyébként szerencsére ugyan minimális mértékű, de minden egy társaság esetében pozitív gazdasági eredmény, adózott gazdasági eredményről tudunk beszélni. Mi a közétkeztetési feladatok, mert egyébként lakossági közületi szolgáltatást is végzünk. Ebben mondjuk mi piackövetőek vagyunk, tehát nem akarjuk egyébként a piacot diktálni a helyi vállalkozók előtt. Szállítunk ki napi menüt, illetve rendezvényeket is bonyolítunk le. A rendezvények volumenében azért visszaesés van, mert azt lehet mondani, hogy gyakorlatilag horrorisztikus árakról beszélünk, mondjuk már egy lakodalom esetén régebben, ez körülbelül a fele volt mondjuk 3 évvel ezelőtt. Az ügyvezetőtől azt is megtudtuk, hogy ebben a hónapban a termálfürdő szolgáltatásai is bővülnek. Május 13-án mindenképpen nyitunk, mert ez egy szombati nap, onnantól szeptember 30-áig pedig, hogyha nem történik semmi rendkívül esemény, akkor mindennapos nyitvatartással várjuk a vendégeinket. Föltöltjük a kinti medencéket, a két termálmedencét, a gyermekmedencét, a pancsolót. Az úszómedencénél van annyi, hogy azt június 15-től a nyári szünet első napjától tervezzük nyitvatartani. Lesz vendéglátás is, a lángosozó, illetve a túrapont épülete
gyakorlatilag étteremként, vendéglátóhelyként fog üzemelni. Lesz fagylalt, minifánk, vattacukor, üdítő, reméljük jókedv, napsütés. 1973, ez az az év, amikor megalakult a Nyugdíjas Klub Tamásiban. A fél évszázados fennállása alatt a hatodik vezető munkálkodik azon, hogy tartalmas programokkal töltse meg a szépkorúak mindennapjait. A város életének fontos mozgatórugói az olyan közösségek, akik munkájukkal összetartó közösséget teremtenek. Ez jellemezte egyébként az elmúlt évtizedeit a klubnak. A Tamási Esthajnal Nyugdíjas Klub jó hangulatú rendezvény keretében ünnepelte meg fél évszázados fennállását. Tamási város polgármestere Porga Ferenc ünnepi beszédében kitért rá, hogy örömmel fogadja el a Nyugdíjas Klub meghívását összejöveteleikre, mert jó látni a tagok életszeretetét. Azt gondolom, hogy a város, a megye, sőt talán az ország egyik legnagyobb múltra visszatekintő, legrégibb nyugdíjas közösségét ünnepeljük. Én a magam és a városvezetés nevében is először is szeretnék köszönetet mondani az alapítóknak és azoknak az elnököknek, akik évtizedeken keresztül működtették, irányították, szervezték ezt a közösséget. Több száz, vagy talán ezres mértékben is mérhető azoknak a tagoknak a száma, akik itt ebben a nyugdíjas klubban tagok voltak az elmúlt fél évszázad során. Az Esthajnal Nyugdíjas Klub a város ma is meghatározó közössége, szervezete. Nagyon gazdag és szép múlt áll a klub mögött, élt, és azt gondolom, hogy él ma is a klub. A gazdag múlt mellett jelen, és én azt gondolom, hogy egy nagyon szép jövő is vár erre a közösségre. Azért, mert én azt gondolom, hogy egy nagyon aktív, összetartó közösség a Nyugdíjas Klub, és a közösség szót itt csupa nagybetűkkel kell érteni. Jó látni azt, hogy itt a klub tagjai hétről hétre számíthatnak egymásra. Jó látni azt az életszeretetet, azt a lelkesedést, amelyet látok a klub tagjain, amikor egy-egy városi rendezvény van, vagy ide látogatok. A jelenleg 60 fővel működő Esthajnal Nyugdíjas Klub számára is egy nehéz korszak volt az elmúlt időszak. A vírus miatt kevesebbet tudtak találkozni, de még ez is csak megerősítette őket. Minden kedden jövünk a Művelődési Házhoz, de viszont a hétköznapokban telefonon mindenkit tartsuk a kapcsolatot. Ha valaki beteg, megyünk segíteni. Akármikor, ha van hosszadalmas beteg, akkor egy hónap egyszer rögtön elmegyünk meglátogatni, mindent megcsinálunk. Ha valakinek segítség kell, akkor szívesen megyünk, egymásnak segítünk. 6 bált szokunk rendezni, ugye hát minden alkalom, a Katalin, Szüreti bál, akkor ezek az összes ilyen nevezetes napokon tartunk bált, és akkor vannak egy ilyen különleges dolgok, ugye, hogy jól összetartsuk a társaságot, szalonnasütések vannak, ahova tudunk elmenni. A klub törekszik arra, hogy olyan színes programokkal töltsék meg az évet, amelyek maradandó élményt nyújtanak a tagság számára. A legújabb közkedvelt elfoglaltságuk a bingózás, amivel gyakorta töltik idejüket a klub foglalkozások alkalmával. Az élet 65 felett is szép, fogalmazta meg az Életet az Éveknek klubszövetség vezetője, aki örömmel vett részt a jubileumi ünnepségen. Az Életet az Éveknek klubszövetségnek az egyik alapvető filozófiája az aktív idősödés, az idősödés és az időskor jólétben történő megélése, és ehhez az kell, hogy különböző közösségek segítség támogassák egymást, és állandóan mozgásban legyenek. Tehát én azt látom, hogy 65 év felett is van élet, és nagyon szép élet,
és 65 év felett is hasznosak a társadalom számára az idősödők és az idősek, csak ezt kellene a fiatalabb generációknak is átadni. Hát az a példa, ami mondjuk ebben az 50 évben rejlik itt Tamásiban, ez egy 50 éves klub, ma ünnepeljük a születésnapját. Ez azt mutatja, hogy ebben a közösségben az emberek egymást megértik, elfogadják, és én úgy gondolom, hogy a támogatás, az empátia, az együttérzés, az sok közös öröm, az egészségben eltöltött évek számát növelni fogja, azzal együtt, hogy amire 65 évesek leszünk, elég sok veszteség ér bennünket. Elveszítjük a szüleinket, az egészségünk megromolhat, sok esetben gyermekeket veszítünk el, barátokat. A veszteségek mellett nagyon fontos a közösségnek a megtartó ereje. Ez mentálisan erősít, segít bennünket, és ettől vagyunk ilyen vidámak, és ettől tudunk reggel 10-kor már táncolni. Az a 40 ezer tag, körülbelül ennyi tagunk van országos szinten, a 19 megyében és Budapesten, ugye közel 900 klub, ez bizonyíték arra, hogy igenis a 65 pluszosok nagyon aktívak. Az Esthajnal Nyugdíjas Klub tagsága az ünnepi köszöntőket követően méltóképpen ünnepelte meg fél évszázados fennállását. Baráti beszélgetések, vidámság, táncolás, finom ételek jellemezték a jó hangulatú jubileumi rendezvényt. Az erdő az a hely, ahova sokan örömmel megyünk kirándulni. Ha az embernek rossz kedve van, vagy egy kis feltöltődésre vágyik, akkor gyakorta választjuk ezt a természeti közeget. A következő beszélgetésünk helyszíne is ez lesz, és nem is véletlenül, hiszen beszélgető partnerem már gyermekkorában beleszeretett az erdőbe, amit aztán hivatásául választott, nemrégiben pedig a Magyar Érdemrend tiszti keresztje kitüntetéssel ismerték el munkáját. Többen akadnak, akik szüleik nyomdokaiba lépve ugyanazt a hivatást választják, amire kisgyermek korukban nagy csodálattal tekintettek. Így volt ezzel Göbölös Péter is, aki a Gyulai Erdészeti és Vadászati ZRT vezérigazgatója. Ő, mint mondja, nem tudná elképzelni a mindennapjait az erdő nélkül. Édesapám nyomdokain lépdelve már 4 éves korom óta eldöntöttem, hogy erdőmérnök szeretnék lenni. Aztán a klasszikus oldal utak a űrhajós és a kukásautós között azért egy kicsit eltérített, de alapvetően már egészen gyerekkorom kezdetétől kezdődően erdőmérnök szerettem volna lenni, és hát mindent meg is tettem ennek érdekében. Az erdő az egy olyan komplex és annyira összefüggő rendszer, hogy az ember abból csak egy picit megsejt, hogy működik és hogy épülnek egymásra különböző folyamatok, az már egy hatalmas nagy élmény tud lenni, és egy folyamatos örömérzet, és sosincs vége, és végtelen, semmi nem ismétlődik meg benne kétszer ugyanúgy. Úgyhogy én az erdőnek ezt a változatosságát és a évszakok és az időszakoktól függő változékonyságát nagyon-nagyon szeretem, és hát ez egy vonzalom, egy szerelem, egy örök életre szóló szerelem, mind a mellett egyébként pedig egy nagyon mély hivatástudat. Tehát aki az erdőt szereti, az előbb-utóbb azonosul az erdő szépségével is, de a gondjaival is, és a gondjai azt magára képes venni. Úgyhogy nekem gyakorlatilag sokszor előfordul, hogy lelki bánatként érem meg, hogyha valamelyik erdőállomány részünk nem úgy fejlődik, vagy nem úgy nő, ahogy szeretnénk. Péter zenei általános iskolában kezdte meg tanulmányait. Sokáig még az az opció is fönnmaradt, hogy trombitás leszek. Édesanyám nagy örömére, mert ő nagy zenebarát, komoly zenebarát, de aztán ez az erdész véna, ez annyira erős volt bennem, hogy édesapám javaslatára a középiskolát azt már a Kecskeméti Piarista Gimnáziumban végeztem, ahol egy nagyon kemény reálképzést kapott, aki odajárt, és egy fegyelmet, és ez nagyon sok szempontból nekem hasznot is hozott az életemben, nagyon sokat tanultam, nagyon szép 4 éven volt. És utána kerültem a Soproni Egyetem erdőmérnöki karára, ahol nagyon szerteágazó, sok mindenbe beleláttam a tanulmányok mellett is. Volt alkalmam újságot szerkeszteni, volt alkalmam akkor a HÖK munkájában részt venni, és
kari tanács tag is voltam hallgatói képviselőként, tehát ez mind-mind hozzátartozott. És hát természetesen ezzel egy párhuzamos száv volt, szintén kisgyerekkorom óta a diplomaosztóig bezárólag a vadászat és a vadnak a szeretete, amit szintén édesapámtól örököltem, és aztán az egyetemi évek alatt ez tovább mélyült bennem. A vezérigazgató több projektet is sikernek könyvel el az elmúlt évtizedekből. A mi szakmánkban nagyon sok minden siker olyan, hogy nem csak az embernek az egyéni, egyedi sikere, hanem mindig egy közös stábnak a eredménye. Alapvetően minden olyan dolgot sikernek érek el, vagy könyvelek el magamban, ami a ránk bízott vagyonnak a gyarapodásához járul hozzá, vagy a fenntartásához járul hozzá. Emellett minden olyan egyéb dolog, ami például a társadalom szempontjából is fontos jelentőséggel bír, például, ha most itt vagyunk, az ökoturisztikának egy szép eleme ez a Miklósvári parkerdő is, ami különös siker számomra, hisz ezt hatékonyan és jól tudtuk fenntartani. De nagyon sok ilyen egyéb dolog van, ami az ökoturisztikához köthető. Göbölös Péter nemrég egy állami ünnepség keretében vehette át élete eddigi legnagyobb elismerését. A Magyar Érdemrend tiszti keresztje kitüntetést a fenntartható magyar vadgazdálkodás nemzetközi hírnevének öregbítésért tett erőfeszítései, valamint az Egy a természettel vadászati és természeti világkiállítás magas színvonalú megszervezésében és lebonyolításában vállalt szerepe elismeréseként kapta meg. Őszintén megmondom, én előtte nem voltam a kitüntetések sorozatában benne. Nagyon nagy megtiszteltetés, tehát azt mindenképpen el kell mondani, hogy az ember ilyenkor egy kicsit megrendül, hogy méltó vagyok-e én erre, és óriási felelősség. Tehát én ezt látom sokszor, hogy a kitüntetést adni és a kitüntetést elfogadni, kapni is nagy felelősség mind a két fél részéről, hisz aki kapja, az egy idő után úgymond célponttá, példaképpé válik a szakmai berkekben, és utána úgy kell a tevékenységét folytatni, hogy erre mindig méltó legyen. Tehát ez egy plusz teher a kitüntetett számára, hisz ennek az elvárásrendnek meg kell, hogy feleljen. Péternek cégvezetőként számos ötlete van a jövőre nézve. Ez egy kicsit olyan, mint a futballban a kapura rúgásnak a kérdése, hogy az ember tudja, hogy hol a kapu, tudja, hogy ott gólt kellene, hogy lőjön, de a megfelelő helyzet és a megfelelő körülmény kialakítása az nem olyan egyszerű. És igazából én mindig, ahogy az ember korosbodik, egyre inkább rájön arra a rutin szempontjából, hogy mikor kell a labdát kapura lőni, hogy az biztosan bemenjen. Én ezeket a pillanatokat most várom, a gólhelyzetek megteremtésének a lehetőségei a fejemben van, és itt elsősorban erdészeti szakmai kérdéskörökről van szó. Nagyon sok lehetőséget látok a klímaváltozás kihívásainak a valamilyen mértékű kompenzálására, ez rendkívüli mértékben motivál. Erre technológiai fejlesztések és sok egyéb más dolog szertágazó szakkérdéseknek a rendezése, de ugyanakkor ennek az informatikai döntéselőkészítő rendszereknek a kialakításában is nagyon nagy lehetőséget látok, úgyhogy a későbbiekben ezeknek a fejlesztésébe biztosan, hogy részt fogok venni, ha jó Isten is úgy akarja. A városban működő sportegyesületek közreműködésével szervezte meg a TSS-e és a település önkormányzata idén is a majálist. A parkerdőben mozgalmasan zajlott a délután az elmaradhatatlan majális elemek, a sör, a virsli és a zene sem hiányzott a rendezvényről. Az ugró kötelesek fáradhatatlanul hajtották a kötelet, és közben különféle koreográfiákat is belevittek egy-egy gyakorlatba a parkerdőben megrendezett sportmajális keretein belül, ahol lehetőség adódott a településen elérhető sportágak megismerésére. A vállalkozó szelleműek pedig ki is próbálhatták ezeket. Már első osztálytól ajánljuk azoknak a gyerekeknek, akik nagyon sokat szeretnek mozogni, szerettik a zenét és a csapatmunkát, és nagyon jól segíti az alkalmazkodó képességet, és szinkron gyakorlatokat is megtanulni. Többnyire lányok vannak, és egy-két fiú szokott jönni, 3-4, amikor szerepelünk, akkor szoktak kedvet kapni.
Az ugrókötél szakosztály számos rendezvényen képviselteti magát, így a náluk sportolók a későbbiekben bátrabban állnak ki nagyobb közönség elé szerepelni. Emellett pedig a szellemi teljesítmény is felturbozható, a jobb agyi oxigén ellátottság élénkebb koncentrálást és tanulást eredményez. A következő sportág is nagy elszántságot kíván. Nagyon nehéz megszólítani a gyerekeket, de Tamásiban jók a sportolási lehetőségek fiataloknak és időseknek egyaránt. A súlyemelést 9 éves korban érdemes elkezdeni, pontosan azért, hogy legyen lehetősége az alapokat, a technikát elsajátítani, és ez egy hosszú folyamat, mire ugye versenyszerűen csinálja majd. Fiúknak, lányoknak egyaránt ajánlatos. Tamásiban egy klasszikus, hagyományos sportág a súlyemelés. 1986 óta lehet űzni ezt a sportágat Tamásiban, városunkban. Minden lehetőséget, minden ilyen programot kihasználunk arra, hogy a súlyemelést megmutassuk, hiszen teremsportág vagyunk, mi el vagyunk dugva, tehát teremben vagyunk januártól decemberig, és minden ilyen szabadtéri lehetőséget, alkalmat kihasználunk, hogy lássák az emberek, hogy miről is van szó, szeretnék bemutatni a sportágat, az emberek közelébe vinni, mert nagyon fontosnak tartjuk. Nagyon sokat téveszme a sztereotípia a súlyemeléssel kapcsolatban. Összetévezték az erős sportágakat, például a súlyemelést, az olimpiai súlyemelést, például az erő emeléssel, az erős emberek sportjával. Gyakran kérdezik még, hogy mennyit nyomtál. Nem is köze nincs a súlyemelésnek a nyomáshoz, hiszen szakításban és lökésben két fogásnemben versenyeznek. Ezeket pedig be is mutatták azok a lelkes fiatalok, akik elhivatottan űzik ezt a sportot. Vannak olyan sportágak, ahol elengedhetetlen a saját felszerelés, ilyen az íjászkodás is. A Tamási Íjász Egyesület nem csak itt biztosított lehetőséget a sportág kipróbálására. Mielőtt bárki beruházna az ehhez szükséges eszközökre, érdemes felkeresni őket próbaedzések miatt. Az íjászkodás mindenkinek jó, aki szereti a természetet, szeret kint lenni, kicsit kikapcsolódni. Egy-két alkalomra tudunk biztosítani neki íjat, utána be kell beruházni, mert saját technikai eszközök nem olcsó kategóriában. Akinek van kedve, az megtalál minket a Facebookon, megtalál az interneten, kér időpontot és egyeztetünk. Mit tapasztalsz, melyik korosztály az, akit igazán vonz ez a sport, vagy be lehet egyáltalán határozni? Hát inkább azt mondom, hogy a felnőtteket, akikben már van kitartás a gyerekeknél, ezt annyira nem mondanám. Ha a szülő üzi a sportot, akkor igen, de mivel nem tömegsport vagyunk, hogy egyszerre több gyerek van jelen, így nem annyira kitartóak. Jók ezek az alkalmak arra, hogy megismertessétek szélesebb körrel a sportot? Hát, bemutatót tartunk, akit érdekel, mondom, megtalál minket, szívesen látjuk a csapatba, ennyit tudunk tenni. De igazán itt vagyunk a városban már 6-7 éve. A tatamin nem finomkodtak a sportágat képviselők, de ahogy edzőjük mondja, ez jellemző rájuk. Ez a grappling, brazil jiu-jitsu sportág, ami magyarul földharc, és mindig azért jövünk ki szívesen, mert minden évben van egy-kettő gyerek vagy felnőtt, aki kipróbál, és utána eljön hozzánk edzésre. Úgyhogy szeretünk ide jönni, meg szerencsére mindig jó idő van. Meg ez egy ilyen ritka alkalom, hogy kint szabad téren vagyunk. Azt tervezzük, hogy egyszer majd lesz egy ilyen edzőtermünk, ilyen nyári, ami kint van, és akkor ez ilyen napfényes, levegős történet. Ki szokták próbálni, és az a furcsa, hogy igazán nem tudnám azt mondani, hogy a fiatalok bátrabbak, mint a felnőttek, mert a felnőttek is ki akarják próbálni. Ugye látnak minket tévébe, vagy Facebookon ismerős, vagy valami, vagy újságban rendezvényekről tudnak, és egészen idős emberek is szoktak jönni, akik valahogy ilyen hasonló dolgot csináltak, úgyhogy ki szokták próbálni. A fizikai erőt nem igénylő, matematikai alapokra épülő sportág játékosan segítheti a gyermekek fejlődését. A dárc igazából egy olyan sportág, amit gyakorlatilag bárki űzhet. Igazából túl nagy felkészülés nem kell hozzá, meg kell állni a tábla előtt, minél jobban koncentrálni, és igazából ez az, ami a sportnak a lényegét adja, a szem-kéz koordináció. Mindenki nagyon élvezi szerintem, aki dob egyet-kettőt. Ezek a rendezvények azért jók, mert itt tényleg minden klub meg tudja mutatni a saját sportágát, és aki gondolkodik rajta, hogy valamelyiket elkezdje, annak van lehetősége rá. Az atlétika azon sportok egyike, amelyiknek hosszú évtizedekre nyúlik vissza a hagyománya Tamásiban, a népszerűsítés mégis jól jön számukra is. Jó lenne több is olyan körülmények között, ahol
tényleg élesbe be lehet mutatni, mert amikor csak imitáljuk, az más, mint az éles. A 7 éves kortól a 18 éves korig szeretnénk elsősorban embereket keresni, de ha idősebb, az sem probléma. Azért jó ez a kis bemutató, itt legalább látják a külsők, hogy mi az, amit kell csinálni, és esetleg ha kedvet kap valaki hozzá, akkor tudja, hogy miről van szó egyáltalán. A kosárlabda pálya is megtelt élettel, a fiatalok kedvükre pattogtattak, meccseztek a délután folyamán. Tulajdonképpen ez egy szinte mindenki által űzhető sport, tulajdonképpen már az óvodás korosztály is ovi kosáron részt tud venni, Pájtli Péter kollégám, barátommal, és egészen a felnőtt korosztályig ez egy jól űzhető sport. A többség általában ismerettség alapján szokott sportágat választani, de volt már olyan is, aki először itt fogott labdát a kezébe, és megtetszett neki. Alapvetően nálunk inkább fiúk szoktak lenni, talán ezt a Tamási sajátosságainak is köszönhető, de voltak már nagyon ügyes kislányok is nálunk. A Tamási Szabadidő és Sportegyesület, valamint a város szervezésében lebonyolított Majárison lehetőség adódott a gyulai erdőben kerékpározni, de a helyi futóközösség is invitálta a mozogni vágyókat. A Tamási Állatvédő Egyesület kis védenceivel érkezett a rendezvényre, a négy lábúak is sok aktivitást kívánnak meg a gazdiktól. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!